Najdi Hó Nation! Ez itt a 195. podcastünk a sorban. Ötre vagyunk a mennyei 200. adásunktól, amit az akváriumban fogunk fölvenni november 4-én, úgyhogy gyertek el rá, 2200 forint a jegy, és... Nem kell búvárfelszerelés. Nem kell búvárfelszerelés, a tanga kötelező, és halihókukackalmárok.hu-ra küldjétek a méleket, hogyha szeretnétek eljönni, most már azért kezdenek jönni, meg mi is kipakoltuk, talán ugyan egyede, a negyedem, már kicsivel kell, tör, mi egyek több, neki, mint igen. a talán a igen. negyede elkelt, úgyhogy szépen haladunk a telt házig, tök jó lesz. Na, de a mai adásunk az egy ingatlan bíz, úgyhogy az ingatlanos különböző történésekről fogunk beszélni, ami az elmúlt 30 napban történt, illetve, hogyha van ingatlanotok, akkor megint csak a halihókukac ra toljatok Ha szeretnétek jó áron gyorsan eladni, akkor, megoljuk. akkor mink vagyunk azok az emberek, akik. Na, akkor szerintem kik vannak itt? Várjál, mindig elfelejtem. az Androméda Galaxis. legjobb értékesítője, jó magam, a Tejút javának a fő Ingatlan, specialistája. Én meg az Alpha úr itt vittem el, úgy, ahogy van. Mi vagyunk itt a galaxis Urai. ingatlanos őrzői. Galaxis őrzői, igen. Igen. Úgyhogy ez van, gyerekik, nálunk jobbat nem láttok, kb. Egy olyan, te egy olyan 5 millió ingatlant adtál el, én jó magam egy olyan 4,8 környékén, idén. Te mennyire tartasz most? Hát olyan... olyan reggel, ma reggel. Reg, ma reggel olyan 70-71 körül, de még, de még gyerek de a De még nap. számolják. De még gyerek a nap, még összeszámolás alatt. Na, van. hát gyerekek, így vagyunk nálunk, pörög a biznisz, hogyha gondoljátok, akkor a, jó, a legjobbaktól kell tanulni, azok meg mink vagyunk, ugye. Mink Na, csöcs. vagy, is csöcsmuk, isapor és homú. Igen, főcímke. Címke. Mondom... <laughs> Főcímket. Mondom rossz gomb. Nincsen főcím, mert miért Elrontottad? A kurva életed. Akkor így hallgatjuk végig. Figyeljetek, táncolunk rá, és lenémítjük magunkat, mit szóltok hozzá. Na most lesz talán eset. Yeah! Yeah! Na, ez... szó, nem tudom, mit szívtatok reggel, de a bokérek én is. <laughs> ilyen eddig nem volt. Igen, ez most egy ilyen főcím volt. Sajnos a, újra kellett, hát nem kellett, sajnos, de frissítettem a megbukot is és hogy a... vágtad a Hát igen, a keveri így keveri a gyors gombok azok eltűntek. Ha, úgy, mondtam, hogy... hogy Apple dob ki a picsába. Ja, 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 Na hát hát nem, hát nem lehet rávenni. Egy... De érdekes, hogy a, a felvételt ezt legalább elindította, azt most így pánikszerűen Na. megnéztem. De, úgy, Na, visszatérve ahhoz, hogy mik is lesznek ma, egyrészt azért egy kis zanzásított, hogy mikről fogunk beszélni, 15 éves rekordon az építésű lakásoknak a kínálata, hatodik kerület leszavazta az Airbnb-t, Ugyan erre már rá meg két rész, de hát ez a elmúlt 30 napnak az egyik legfontosabb része. Megtudtuk, mi az a Zenga, bár mondjuk még nem fizettek érte, de attól függetlenül elmes elmeséljük ennek a történetét. Har három lapkásnál bábáskodott a lakásügynökség eddig, igen, ezt azért ki kéne beszélni, hogy mennyire dübörög ez a, az ötlet. Szavaztunk a kantinban, legolcsóbb kerület a házak esetében, na vajon micsoda, a fővárosban is történtek dolgok, babaváró, illetve 2025-ben kizárólag ebben az évben adómentesen felt mindegy, valami nagyon érdekes az dolog. Önkéntes az a... Az egy nagyon fontos. Az egy nagyon fontos. Hír. Ez nagyon rossz, hogy a végére. Ne, az a legelső hír. A legelső <laughs> visszafelé Igen, Igen, mert alulról mentem. <laughs> alulról Mondom, gyere, mentem. Kérek is <laughs> Valami nem jó ma. Valami nem jó. Lehet az időjárás, én... ráfoghatjuk bármire. Nem, az de... nem kevé volt, átbasztok, <gül> <gül> Lehet, hogy nem kell bóra valót adnom ezentúl. Na hát, srácok, akkor mi is van ezzel a 2025-ben? Mert én ezt a cikket, az első kettőt azt nem én raktam be, ezért nem én olvastam el, úgyhogy erről például nem Jaj, is nem készült ő. Mm. 300 milliárd forintnyi önkéntes magányugdíj pénztári pénz rászabadulhat az ingatlan piacra, mert Állambácsi azt mondta, hogy ami most azoknak az embereknek, akiknek bent van önkéntes magányugdíj pénztárban, adómentesen ingatlan vásárlásra fordíthatják. De csak wow. jövőre. De csak jövőre, tehát ez csak 25, 25. január 1-től december 31-ig, tehát ez csak jövőre. Van egy hír egyébként, amit nem raktam bele, de azt azért nem raktam of, bele, bocs, de ezre ez hozzá tartozik még. Csak kiegészítettem valami, ja. hogy feltörhető lesz 25-ben az hát. önkétes pénztár úgy, hogy nem lesz, ha jól tudom, effektív adóvonzata. Annak, Így van, hogy... teljesen adómentes, Mind Igen. feltörni, mint felhasználni adómentes. Jó, lesz. itt a, egy kérdésem van, bár mondjuk akkor nem rákötök még egy hírrel, mert azt akkor inkább először összekötöm. Az egyik az az, hogy ö, most volt a portfóliónál, csak azért nem raktam bele, mert másodikai cikk, és az a következő 30 napba kéne, hogy kimenjen, meg még a kantinba se volt erről téma, hogy ö, a, az állampapíroknak egy jó része is most fog ö, Lejár, így lejárni. Van. Így van. És a, ezek a prémium pluszosokból ö, azt mondják, hogy hát ezer x milliárd forintnyi fog lejárni, de hogy nagyjából így a portfóliós csinált egy felmérést, hogy ki mit csinálna a saját megtakarításával, és hogy olyan 600 milliárdot tippelnek, hogy annyi fog a piacra rászabadulni, mint ö, ingatlan? ingatlan. Tehát, hogy az befektetés... 60 százaléka? Akkor ezer milliárd? Hát, ja, hát nem. Ezer x milliárd, nem ja. tudom konkrétan, hogy mennyi. De ez az egy nagy arány. Az igazán jól itt az arány, nem is az, az arány, hanem a 600 milliárd a fontos. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az ilyen befektetésre vett ingatlanok kb. 50-60 az átlagára, akkor azt hát most valaki számolja ki helyette, mert 50-60-500 az 10, az... 5 milliárd az 100, akkor az 100, egy olyan 10 ezer tragédia. Tegesztetnének még az, hogy ugye a simán elképzelhető, hogy ezek nem csak befektetéssel elegű ingatlanok vásárlását fogja mozdítani, hanem a sima uh, lakás célra uh, vásárlása, mert ugye lehet, hogy sokan voltak úgy, hogy annyira nem sürgős a lakás vásárlás, megvárjuk, amíg ez a kedvező kamat lekehetség, és utána akkor majd szétnézzünk a piacon. Na, és csak azért, mert hogy ez a story, tehát amit ti mondtatok, meg ez a másik story, ez kb. ugyanúgy 25-ben fog rámenni a piacra. És az már azért egy ezermilliárdos történet, ami ha így összeszámolom, akkor legalább egy olyan hát 15 a, ezer tranzakció. A bank. Pluszba. A bankmonitor szerint, a cég szerint, ez gyakorlatilag jövőre az ő beslésük alapján körülbelül 7 kötőjel 10 ezer adásvételt fog jelenteni hát évente, vagy egy év plusz alatt. A, Plusz még egy PMAP. Egy, egy éves vagy havi szinten gyakorlatilag körülbelül... Hát akár egy plusz is. 20 ezerrel is megdobhatja. Ha. A hát ez egy a havi tranzakció. 15-20%-ot boostol. A na piacra. idekötve most Mi? megnéztem. Az egész. Ez meg a t ja, Az azért az nem kevés. Na ez... idekötve most megnéztem, hogy a szeptemberi uh, Dunahouse House uh, becslés kijött, és uh, kevesebb, mint amire számítottunk, csak 9750 tranzakció volt. 10 alatt volt, pedig szeptember van. Na és most simán lehet, valamit. de simán lehet, hogy most van egy kis kivárása a piacnak, és simán lehet, hogy most el fogunk tolódni 25 egy csomó tranzakcióval emiatt. Eljutunk egy -egy. ahhoz a cikkhez, ahogy benne lesznek ezek a lakás, vagy ingatlan árak növekedése, amit az Attila betett. Uh, ott majd mutatok grafikont, és amit te most mondtál, Végre Attila. grafikon, ezer nem jó grafikon. grafikon. Decilisek, meg centilisek, oh, gyerünk. nem lesz, de grafikon az lesz, most... Na, ott, Lelőttem amúgy. Ott, igen, ott volt például, egy kipű. Ott például látni lehet majd azt, amit te is mondtál, hogy a decemberben, vagy decemberben már, bocsánat, Szeptember. szeptemberben e, nem volt akkor a hype, mint amire most mindenki számít. Ez van. a szám is, ez most alá most ez a tízezer alatti szám. Azért tegyük hozzá a hallgatóknak, hogy szeptemberben, amikor ugye elméletileg normál körülmények között meglódul a, a piac, ott most jelen pillanatban egy tízezer alatti tranzakciószám az nem túl jó. Az kifejezetten kevésnek számít. Így van. Tehát most egy 12 ezeret is meg kellett volna tudni ütni. Pontosan. Na jó, akkor nézzük a következő hírt. Az pedig a babaváróval és a csokkal kapcsolatban, ami szintén te tettél be, Ati, úgyhogy légy szíves, te beszélj róla, mert én ezt, ez, Valahol... Te, tudom, ezért van az, az az az, ezért van az, Dani, hogy én rákattintok a cikre, elolvasom. Ó, és siakottam. ami fontos belőle, az a három sor, azt kimásolom ja. az elejére. De még azt a három sor sem olvasod el? Hát nem, csak most, nem el tudom olvasni, csak gondoltam, Baszkus. De, Jó. Í, annyit izzadtál vele, hogy ide belerakod, akkor mi a én arra racsolásra. féltem, hogy nem fogok. Hát, de de, de. Az már az a kicsi, hogy dumálsz róla. Basz. Okay, szó szó kezdve, ja. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye eddig le is van direkt oda kimásoltam, hogy a baba három, a Csokhoz, vagy a falusi Csokhoz pedig két éves TB jogviszonyt kellett igazolni, és a kormány most ezen könnyít, és elegendő lesz egy évet igazolni. Tehát akik eddig emiatt a TB jogviszony miatt, mert előtte nem volt munkájuk, vagy ilyesmi, kiestek ezeknek a felvételi lehetőségéből, mostantól nem fognak kiesni ebből, és felvehetik a Csokot, Ez meg a babavárót, mert egyhintik a TB-t. Ezt nem érzitek úgy, mint a, a, a csúnya szóval a kakkának a masszírozása? Szóval most az, ugye a TB jogviszony mit jelent? Az, hogy neked fizeted -e magad utána az egészségügyi hozzájárulást. Ami nem tudom most mennyi, ezer forint, 6000? 8, valami Ö, ugye igen, hogyha nincsen munkahelyed, meg nem vagy bejelentve sehol, akkor azt önállóan megtetett csekken, csak egy hogy hogyha céged van, meg fizetsz ennek egy nullával többet, mindegy, zárója bezárva. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy most az, hogy egy két és három évet lecsökkentettek egy évre, hát gyerekek, az már régen rossz, ha valaki egy éve fizeti csak be maga után a TB-t is. Jó, de elveszthetted a munkádat. Baba várót, gyerekek. De amikor elveszted a munkádat, attila, és három el... hónap után januártól nem, indítottál nem, nem, akkor, például akkor, egy, egy pontosan fogok neked. Nem az a probléma. Mert ha elveszted a munkádat, akkor te legrosszabb esetben valahogy befizeted a TB-t. Én azt gondolom, hogy, és akkor most itt lehet megköveznek ezért, de az, aki nem fizeti, nincsen TB fizetése, és arra még rátolunk egy babavárót, még, még hozzáteszünk, ott nekem az, 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 egy, az egy gazdaságilag egy öngyilkos lépés, mert aki nekem nem fizeti be, még egyszer mondom, a TB-t, attól én nem, mint banki szakember, nem tudnám elvárni azt, hogy az folyamatosan tudjon törleszteni. Ja, én, én, szerintem itt, a, mivel hogy ez azért úgy van megoldva, hogy nem közvetlenül mondjuk az államkincstártól kapod ezt a zsuzsót, hanem átfolyatják egy bankon, hogyha jól gondolom, még most is így van. Persze, én, a bankon keresztül kell venni. Tehát, hogy így a bank az úgyis is meg fogja szűrni. Ez olyan, mint a 10%-os önrész. Ezzel egyetértek, hogy, Dani. hogy mindenki, én is be voltam szarva tőle, hogy ettől rászabadítanak egy csomó kevésbé gazdaságilag nem, tudatos, vagy pénzügyileg tudatos ügyfeleket, de valójában meg az lesz, hogy a nem, bank az... De arról beszéltünk a 10%-ról, ugye Igen. amikor itt volt a Balázsűs, az Sándorfi Balázsűs, szóba került, hogy ott azért nagyon komoly szűrőn kell átesni ahhoz, hogy te a 10... Sőt, beszéltük, hogy mennyi, hogy 600 felett, vagy nem tudom mekkora nettó kereset kell ahhoz, hogy te egyáltalán szóba álljanak a 10% nevelet. Szóval ott az a bankok részéről megvolt. De itt az állam, én úgy érzem, hogy hozott egy olyan lépés, hogy neve legyen a gyereknek, de amit az előbb is mondtam, én ebbe egy óriási veszélyt látok, kettő meg, hogy ez semmi más, mint masszírozni a kakát. De ez ugyanaz, hogy múlt héten beszéltünk a Szarvas Norbival, ugye a személyi kölcsönökről. És a személyi kölcsönt az emberek lehet, hogy nála a norvinál arra veszik föl, hogy ilyen speciális ingatlanokat megvegyenek, de az átlag embernek simán van, hogy a megélhetéséhez kell. Sajnos és ségüle. ahogy nő a személyi kölcsönöknek a felvételének a száma és a mértéke, az a gazdaságnak az állapotát jelenti, és a, annak a középrétegnek a lecsúszását, akinek eddig esetleg volt megtakarítása, de most lecsúszik, így van. És ez egy komoly problémát vezethet fel, hogyha itt nem lesz valami komolyabb változás. Hát és akkor nagy az Attila mond, csak itt. Egy, egy egy, egy, egy ö, micsodában nyilvánul ez meg, egy, egy intézkedésbe, egy állam által hozott intézkedésbe, hogy a két-három évet lecsökkentjük -e egy évre. Az, az, hogy fizeted magad után a TB-t, és el tudsz menni normálisan egy egészségügyi alapján. Ez megint, ez megint, mind a két a falusi csokos, ez a, a TB-s enyhítés, meg a ö, önkéntes nyugdíjpénztáros dolog is azt mutatja, hogy szeretnének búsztolni az ingatlan ingatlanpiacon. Nekünk, ingatlanosoknak ez jó. Nyilvánvalóan, mert ezzel plusz vevőköt tudunk majd bevonzani, több ember fog rászabadulni a piacra, és azért igen, tehát szerintem jó lesz a prognosztizációnk, hogy ehhez az évhez képest 10%-kal több tranzakció lesz emiatt jövőre összességében. Csak az a baj, hogy a mostani szám is kevés lesz, nagyon úgy néz ki. Tehát az, hogy nem volt 10.000 fölött a szeptember, az, az nem jelent egyáltalán jót az év hát az második álmos, felére nézve. Az szerintem. nem sem róla sok jót. Nem, nem, mert hogy kér, egy nyári hónapban 8-9.000 elesik, van, de azért az ősz legyen már 11-12 ezer. Minimum ugye, hogy minimum. behozza ezt az átlag 10-11 ezeres átlagszám, ki Tehát ha nem ütjük meg a 120 ezeret, az, az rossz évnek fog számítani, és most nagyon úgy néz ki, hogy 110 ezeret se fogjuk megütni és 150 ezernek kéne lennie ideális esetben. Tehát nem is tudom, mikor volt utoljára 150 ezeres tranzakció. Hát, szóval. jó, pár éve éve é, jó pár Talán 18. jó pár Milyen jó lenne, már. hogyha ezt a podcastet, így is nagyon sokan hallgatják, de még több ember hallgatná, és kicsit realizálódna. Mert forint lenne Svájcban, ahogy Forint lenne Svájcban, így van a Daninak a mondása, ez abszolút egyetértek vele illetve az is, hogy, hogy, hogy ugye jönnek ki olyan cikkek, mint majd ki fogunk térni, hogy mekkora lakásdrágulás volt, ingatlanár drágulás volt a tavalyi évhez képest, és akkor rögtön ebből ugye rögtön az embereknek a, ki van mutatva az x százaléka, nem olvas el csak a headline-t. Rögtön megint mi ez? A át akkor megint emeljünk az ám közbe. A valóság az az emberek, hogy a szeptemberben gyakorlatilag a várthoz képest 20-30 százalékkal alatta maradt a tranzakciószám. Ugyanez van, a, majd beszélni fogunk róla, hogy az új építéseknek rekord mértéken van a kínálata. Ez pontosan azért van, mert a kereslet leesett. Tehát úgy, És még ke, jóval kevesebbet építenek. Jóval hát kövesebbet építenek, és ahhoz képest is nő a kínálat. Ez, ez nagyon komoly problémát jelez. Én amikor jövök, reggel szoktam menni autóba, úgy megy a rádió, és nem egyszer hallom a reklámot egy-egy, most nem akarok nevet, ingyen reklámot csinálni kivitelező cégeknek, de hogy már dobálják, <laughs> dobálják hozzá, hozzád az garást, az ingyen tárolóta, ja. nem tudom micsoda, csak most úgy vásárolják. Kettőnél is leszek influencer. Na tessék. <laughs> és meg, és megkeresett képzeljétek el. A legnagyobb elektromos autógyártó cég. Remélem a BYD. Ki tudja. <laughs> 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 musk. Nem, ne, nem musk. Muska. Nem musk. Nem musk. Nem musk, hanem akkor a BYD. Na majd meglátjuk. Mondjuk de remélem, egy egyes autót mert most már, is nem ezzel az szegény. hogy nálam autentikusabb ember, aki kurvára érti az, az elektromos autót. Meg úgy nincs. általánosan az autókat. Meg az autókat, igen. Dani, szerintem jó. Dani, van az a pénz, ami Én mindenhez gyerekek. Van az Ger a pénz, ami a elektromos autóval fogsz járni egy Tésztagyár, ö, nem tudom, kondom, bármire jó pénzért az arcomat rátehetik. Mehet. Így is lehet gondolkodni. Mehet. Az influencer szakma nehéz. Hát ez van, de hát mindent el kell. kell végezni. Ha nem téged hívják a Baukó Évát, a azt az lenne a probléma. Ennyi. <laughs> Ennyi. Ennyi. Én ezekkel. Én, aki, aki egy kicsit nem becsüli, Én akkor nem lenne vele. Látod, akkor a feleséged nem lenne vele. Igen. Na, akkor meg <laughs> ez nem volt szép. <laughs> Kicsim, eldobta a labdát, így csak nem nem Na jó van, gyerekik! Egyrészt én azt néztem, hogy van egy csomó hírünk, vagy viszont egy, ö, talán fel, mert az is, két hírünk is volt, ami, ami mondjuk nem került bele, vagy hát pontosabban egy, az egyik, hogy volt egy portfólió rendezvényünk arról, ugyan beszéltünk egy utána közvetlenül, de hát mivel, hogy ez a 30 napos összefoglaló, ez is egy olyan sztori, mint az Airbnb sztori is, hogy ugyan rálocsoltunk már, két részt, de hogy arról nem beszéltünk, hogy az milyen volt. Talán ami igazániból érdemes róla beszélni, hogy amit mondtak a srácok ott a pénzcentrumnál, meg a portfóliónál, hogy ez volt minden idők legjobban kezdő félnapos rendezvénye, amit csináltak, és azért ők hát egy pár százat nem is, talán százat nem csinálnak, de egy ilyen 60-70-et évente biztos, hogy csinálnak. És ráadásul tegyük hozzá, nyitó rendezvény volt, és így is gyakorlatilag a top 1, a dobogós első helyét hoztuk el a félnapos rendezvények, hát, látogató száma a Nem lehetett leülni. Tehát 20%-kal többen szó voltunk, mint a, mint a helyek. De, 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 szó is lógtak típusú szerint. volt, a. főleg az elején. Hát a második fej, felében már épp volt, volt egy pici fluktuáció, és kint kávézgatás, de az elején az durván tele volt. Hát az volt a mázli, hogy volt, nagyon jó volt a, a büfé. Én is ott kint, de tényleg jó volt. <laughs> te, nem? Is kint, te is kint vízsek, készen, és, és, és ott azért az megfelelően kipp szippantott annyi embert, hogy még ne, de egyébként végig az volt, hogy a bejáratnál ott álltak emberek. Tehát igen, az előadó igen. térnél, meg a hátsó részen, jobb, végig. jobb igen. oldalt egy folytában mindig állt valaki. Ezt nevezzük láncsnak, igazából ott nagyon sokan beszélgettek, szóval ott maga meg azt a funkcióját, szertek, amire ugye ilyenkor ez, ez általában szokták alkalmazni. Ez, ez tökéletesen... tökéletesen én, én azt gondolom, hogy ez egy olyan hiánypótló rendezvény volt alapvetően, amire szüksége van a szakmának. És ha valaki tovább akar fejlődni, és nem feltétlen ilyen webinárokon, meg ilyeneken akar részt venni, akkor itt lehet találkozni olyan emberekkel, akik az ingatlan piacon akiknek az ingatlan piacon neve van, és nem csak a előadókkal, hanem olyanok, akik fejlődni akarnak és haladni akarnak a dolgokkal, ők meghallgatják ezeket a rendezvényeket. Ennek szerint a felső 10%-nak a szakmának ott kell lennie ezeken a rendezvényeken. Én azon csodálkozom, és már megint nem leszek ezzel szimpatikus, és amit az Ati mondott, nem, nem, amit te mondtál, azon kicsit így elméleztem, és hogy ezek az emberek általában azért szoktak több rendezvényen ott látszik, hogy van egy, egy nyitottságuk a szakma irányába, és hirtelen nekem az utott eszembe, hogy a kantima belegondolva, hogy ott azért azok pár ilyen nagyobb ingatlanos vagy, aki ott, ott szereti fényezni magát, hogy most mindegy, gyakorlatilag Egyesel semmi, semmi, meg, semmi de évek óta semmilyen abszolút, ha bármi, mi is csináltunk rendezvényt, vagy bármilyen rendezvény volt, sehol nem jelent meg, és nem se Tehát aki itt kiírogatja, hogy nem tudom hány milliárdot forgalmaz, de sehol nem jelenik meg, sehova nem hívják előadni, stb. annak valószínűleg oka van. Tehát nem mindig ebből kell kiindulni. Úgyhogy meg ott vagyunk, 5100-an vagyunk tán a kantinban, most már nagyjából, és abból szerintem 50-en Voltunk nagyjából azon a rendezvényen. A többiek vagy nem kantintagok, vagy nem ilyen De Mindig élmerek. jöttek oda, és mondták, hogy köszzi a kupont. De hogy 50-nél 50 többen nem voltak a kantinból. Kb. szerintem a 30-40%-át összeraktuk. Az a, biztos. A hallgatóknak Az ez biztos. most ö, tényleg ö, erre büszkék vagyunk, és nem nagy képviségből mondom ezt, hanem ez büszkeségből. Ö, és amit te mondtál, ez ugye csak nálunk van 5.000 5100 ember közel, meg amúgy van 10.000 ingatlanos. Ugye ezt beszélgettem, ott nem is tudom, ki ezen a rendezvényen, hogy amúgy meg gyerekek itt egy ilyen típusú rendezvénynek minimum egy 5-6-700 ember ott kéne legyen, és itt látszik az, hogy esetben. És itt látszik az, hogy az ingatlan szakma gyakorlatilag mennyire híg, Így és van. mennyire átjár ruház, és mennyire sok ember ezt egy. egy ilyen, Éne... men, men, ilyen mentőkötélnek tartja, hogy most éppen kiraktak a munkelyemről, már 60 éves vagyok, akkor itt még esetleg van lehetőségem, hogy vagy nincsen olyan iskolai végzettségem, akkor kezdjük el itt a történetet, ezt most lehetne ragozni, de gyakorlatilag tök érdekes, hogy közel tízezer ingatlanos van Magyarországon, és én nem ezt, volt még ilyen akár közel ezer fős én ezt úgy keretbe raknám, inkább azt mondanám, hogy milyen jó, hogy ennyire könnyű a legjobbak közé tartozni. Ez is igaz. Természetesen, Foraging. ezt lehet másik oldalról Várján. is nézni. 9 óra, 59 perc. Ez hülye. <laughs> <laughs> A Köszönjük, Miki Egér! Igen. A VACS 10 legnagyobb uh, újdonság volt Szerintem mondjad, az Apple-nek is csinál a... egy szó egy azért, ki, ki Kit miköt le. <laughs> ja, ja, ja. De egyébként azt akartam mondani, hogy ott a vége felé, amikor megérkeztek a pesgők akkor uh, az ingyen pezsizés, az egy picit így uh, feloldotta a hangulatot, és ott már azért voltak. Uh, uh, egész érdekes okfejtések is így, amikkel találkoztam. Lesz majd a ö, 200. Kalmárok felvétele után is ilyen Pezi? ingyen, ingyen, hát ha nem is pezsizés, meg nem is ingyen, de alkoholizálás, úgyhogy lehet velünk majd egy kicsit kicsit ö, oldottabb hangulatban Nem is ingyen, nem is izé, nem is Há, lesznek rendes piák. Az a lényeg, én... hogy lesznek rendes piák, nem csak pezsi, jó? Ja? Tehát, hogy igazából Igen. ebből induljunk Ez. ki. Na, a másik, ami szerintem még ide raknék a kontinnal kapcsolatban, hogy egyrészt szavazott a kantin, Igen. mert volt egy olyan kérdés. Nem ugrottunk el De Edem, nem igazán igen, igen, megjünk, csak most gondoltam van, egy kicsit így rákötős, rákötöm, hogy ö, Az volt a kérdés, hogy ki hány darab ö, olyan első lakásvásárlóval találkozott a, a munkája során, akik, ö, akik családi segítség nélkül, vagy a öröklés nélkül tudtak ingatlant vásárolni. Igen, és vagy szülői segítség nélkül és ez, hát én egy összeszámoltam, megcsináltam belőle egy átlagot, 4 az, ami, akik, Köszönöm. akik így vettek. Én ebbe a négybe vagyok. Hát, szintén. Ha nem csak a, te is. Mert hogyha nem, nem, csak azt nézzük, hogy mi ingatlanosok vagyunk alapból, mi ugyanígy vettünk. Igen. Viszont, hogyha abba belenézel, mi benne is vagyunk abba, akik ezt egyáltalán meg tudják lépni. Mert hogy erről csináltam aztán itt a decidisek, stb. De hogy a nagyjából ilyen 15 az, aki meg tudja ugorni, hogy mielőtt elmenne nyugdíjba, annyi önerőt össze tudjon pakolni, hogy aztán fel tudjon venni annyi hitelt, hogy egy ingatlant meg tud vásárolni. És ez kb. egybecseng mondjuk azzal is, hogy az átlag amiről mindig beszélünk, hogy mennyien keresnek átlak keresetet, és a lakosság 90 az, az sokkal kevesebbet keres, mint az átlag Ugye most itt ez gyakorlatilag, ha valaki nem készen kap egy ingatlant örököl, azt most ugye fejtsük le erről a, hagy, a hagymahéjat, ugye mi van alatta az, hogy hitelre tudsz vásárolni? Igen, ám, de ott megint két tényező jön szembe, hitelképesség, plusz az önerőnek a megléte. És hogyha most egy budapesti átlag 50 milliós ingatlanról beszélünk, az Hát, ha hát nem több, több. Több, az hát több. plusz ügyvéd, plusz hát uh, inkább, az számol 30 százalék önerővel igen, 15 tel, igen. Igen, egy 15 -tel igen. számolja, az azt jelenti, hogy 15 millió forintot, amellett, hogy mellette hitelképes kell egy arra a konstrukcióra, neked azt... Közjegyző. félre kell, félre kell hogy tegyél. Már ugye az illeték, stb. Hát, kell, hogy telje. Ú, uh, az de fájt Na most, még mindig hát igen, az, az a négy százalék még pluszba lehet rakni. Szóval innentől kezdve, most a kérdés az, hogy hány olyan fiatal van, vagy, vagy igen, mondhatni, akinek ott van Budapest ingatlan esetében a számláján 15 millió forint. Vagy ha ketten vannak, akkor össze tudnak rakni mondjuk 7,5-7,5 7 millió forintot, és akkor neki állni. Hát ebből illetve. látszik, hogy 4 tehát, hogy ez, ehhez nagyon-nagyon jó kell keresni. Tehát az átlagon bőven felül kell keresned. Sőt, igazániból, amit beszéltünk, hogy a felső 10%-ba kell lenned, hogy ennyit összepakolják. Hát főleg 11. úgy, hogy ugye aki ennyit keres, annak van egy bizonyos szintű életszínvonala. Tehát, hogy ha keresel nettó 1 milliót, akkor nem egy 100 ezeres albéletbe fogsz lakni, hanem legalább egy 300-400 ezeres albéletbe. Tehát alapból az életed elviszi a fizetésed felét, a másik feléből kell félretenned annyit, hogy azt az évek alatt meg tud csinálni egy önerőre. Tehát nagyon nehéz uh, szélsőségekben gondolkodni, nagyon sokat keresni, és nagyon uh, olcsó helyen lakni, olcsó autóval, hát vagy BKV-val járni, nagyon kevés ha ilyen nagyon, ember nagyon 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 <coughs> uh, 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 szakmai szemmel nézzük, számok nyelvén, akkor gyakorlatilag a kérdése az, hogyha most egy emberről beszélünk, és nem az, hogy most két fiatal össze, ha csak egy ember mennyi idő alatt tud 15 millió forintot összetenni. Hát most azért itt feldobnám nektek a labdát, hogy ti mondjuk mit mondtok arra, hogy kijön valaki 18 évesen, jó apukám, akkor hajrá, és van akkor a, van akkor a belső komoly gondolkodásod, hogy akkor már rögtön te elkezdesz megtakarítani, ami szerintem a sok esetben azért a fiataloknál még ez később alakul ki akkor mennyi idő alatt teszel te félre 15 misüt? Hát szerintem legalább annyi év. Tehát, hogy 15 hát ha évente egy misüt félre teszel, akkor azt Kurva mondom, hogy vagy. ügyes gyerek vagy. Hát igen, én is azt mondom, hogy ha a 30 as éveidnek a közepére, végére összetudsz lapátolni valamit, az... Tehát mi azért a felső 10%-ban vagyunk, ha bőven, meg bőven. mi nem egy milliót tudtunk félretenni, mert voltak jó éveink, akkor mi meg tudunk csinálni egy megtakarítást. Tehát nekünk nem 15 évbe telt ez. Hozzáteszem, zárójelben nekem 15 évbe telt össze. Mert az első 12-ben nem tudtam megtakarítani. tehát, hogy nekem a... más volt. Én. ez, tehát hogy a max az, hogy azt a lét, amit egyébként más félretett, te mondjuk edukációba, marketingbe, reklámba. Tehát mi beletoltuk be, a, saját fejlődésünkbe. A, nem, nagyon van, soka, rengel, a, pénzt. a programokból ocsolok vissza írdatlan mennyiségű pénzt. Tehát meg lehetett volna takarítani, csak nem tudtam ott, ahol most tartunk. Tehát mi először megcsináltuk az évét, hogy ott tartsunk. Ahol, ja. hogy aztán meg tudjunk takarítani ennyit, hogy tudjuk, Igen, benni. de hát most. Hitellel ugye ugyanúgy, mert én ugye is most, hitellel. ha Jaj, ettől, ettől elvonatkoztatunk, és azt nézzük, hogy egy átlag, közel átlag, vagy egy picit jobb fizetésből élő fiatalról beszélünk, akár keressen mondjuk nettó 500 ezer vagy 600 ezer forintot, hát akkor is mikorra fog ő félretenni 15 milliót? Ja. Hát nehéz, mert mondjuk azt mondom, hogy ha havi 100 ezeret félre tudsz tenni, akkor is 10 évbe telik. És akkor most tudunk erre rákötni, hogy mi történik a fővárosban ingatlanárak kapcsán. Ja, és utoléred a -e tíz év után azt az árat, amit meg akartál Igen, venni, mert, hogy mert 8 nyolc nem de. de egyébként pont, ha mm. már rákötünk úgy, hogy mi azért visz, tehát jó keresünk, én emlékszem, hogy itt három évig mondtad, hogy teszel félre, teszel félre, és amit félretettél, lófasz nem ért utána. Mert ment az ingatlan ára fölfele. <laughs> tehát... Igen, raktad, Most... lapátot haza a lét és sem. És... Hát igen, és... igen, ezt még nem is számoltuk bele, ugye, mert ugye azt nem vettük figyelembe, hogy közben a, amit vásárol, annak hogy változik az ára, csak igen. nagyon lecsapott. Gondoljá gondoljátok dologra. el, hogy amit én vettem a 16. kerületben, nem akarok pontos számokat mondani, de a tulajdonostól én úgy vettem meg, hogy ő felújítandón 40%-kal olcsóban vette meg 5 évvel azelőtt, mint ahogy én megvettem, és én jó áron vettem. We'll see you next time. Tehát a piachoz képest én a piaci ár alatt vettem valamit. És 5 valami év alatt, alatt, alatt 40%-kal százal... nem növeled meg a félretett pénzednek a mennyiségét. Hát én megnöveltem, és azért tudtam megvenni, de egyébként átlagban ez nagyon-nagyon nehéz. Hát nagyon igen, nagyon és nehéz. jellemzően ki, hogyan szokta, oké, még esetleg a rafináltabbak berakják mondjuk egy állampapírba, vagy ilyesmi. Az jó húzás de, volt de... egyébként, mert azért 10 ot hozott most két évig. De általában ez számlapénzként rohad szét a lét. Hát az meg sem. Így van. És, és, és... Igen, Dani, de ha belegondolsz, ha most tényleg volt ez a kis időszak, amikor az államkötvény jó pénzt hozott, de, de ott is azért kellett egy nagyon komoly megtakarításodnak hát, legyen, igen. hogy valamit látszódjon az Ugye a Ugye erre mondják a, 10, az okosak, hogy pénzből lehet pénzt csinálni. Ja. Tehát ha nincs pénzed, nincs minek kamatozni, nem vagy beljebb. Ha van 20 millió forintod, abból tudsz csinálni 25-öt -25 -25 év alatt, akkor is, ha nem csinálsz vele semmit, mert beteszed jó helyre is kész, amellé tudsz keresni, de azt addig nem tudod elkölteni, nem tudod ingatlanra költeni. Na már, hogy a, a telexen kijött az, hogy 8,5 százalékot drágultak az eladó ingatlanok, az ötödik kerületben már az átlag négyzetméter az 1,7 millió forint per négyzetméter, és a legdrágább, vagy a legolcsóbb kerület az a 18. kerület, hogyha házakat nézünk, az pedig 740 ezer forint per négyzetméter. A lakásnál meg 860? 856 ezer a 856 20. 20. kerület. 20. Igen. Tehát az átlag a Budapesten egy millió plusz. Tehát nem találsz igazából olyan kerületet, ahol lassan alatta vagyunk. És nyilván egy felújítandó putri szerkezetileg szar valami. Tehát amire rá kell locsolni a mennyiségű pénzt, azt ne vegyük ebbe bele. Tehát ha kivennénk a szélső értékeket, mondjuk a, mind a két szélről 10%-ot kivennénk, akkor is egy millió fölött lenne az átlag. Akkor is. akkor is. És Tehát ilyenkor az, hogy két gyerekkel azért... És old meg. Két gyerekkel, old két meg. gyerekkel azért 54 négyzetméterre nem annyira jó. Nem, nem hogy... praktikus. Igen. Oda kell azért, nem tudom. Hát egy 65 négyzetméter nappali két háló minimum? Igen, kének. igen. És akkor, akkor, igen. Az meg egy 50 milliós panel alsó. Ja, ja, ja. Hát én akkor mutatnék statisztikát, ugye? Lássuk, nézd egy már kicsit... ezt a gombot, tudod mikor nyomtam meg utoljára? A négyes. Egy, egy, egy kicsit, kicsit újra uh, busztolnám, ugye, az ingatlanfigyelő programunkat, ami a Osztalomban 8 ingyenesen 8 elérhető, 10 óra 8 perc. Csak hogy napra kész legyen a, <laughs> igen. a statisztika. Szóval itt, és nézzétek uh. meg, ez a 20. kerület. Én én 20. kerületben az eladó lakásoknak az ára. Itt most mutatja, ugye a zöld vonal az, hogy az adott hónapban beérkezett átlag nézetméter át. Én nálam 860. 850 nézzétek, meg 850, Aha. gyakorlatilag, csak hogy mennyire pontos a program, gyakorlatilag majdnem centire pontosan azt mondja, mint az Index. Viszont ami érdekes... Lehet, hogy belőle dolgozik az Index, ja. nem tudsz róla. Ami érdekes, majd küldjük a számlát, ami érdekes, hogy nézzétek meg itt, amit az Attila előbb említett, és mondtam, hogy majd a grafikonon mutatni fogom, Szeptemberbe, ugye itt volt egy, fú, akkor augusztus kis emelkedés szeptemberben, és nézzétek meg hogy szeptembertől októberbe gyakorlatilag még az éves átlaggörbe is elkezdett csökkenni. Csökkent, így van. De gyakorlatilag a bekerülési ár a, a közel 100 ezer forintot ö, csökkent ö, egy hónap alatt. És ha most megnézzük az, az, ötödik, megnézzük az ötödik kerületet... És még ez a 8 darab pornhább megnyitott fül, az minek van. <laughs> Adja a lesz már a prezentáció, ezért. Igen, utána lesz, <laughs> ja, igen, jó. igen, igen, igen. igen. Várjuk ki. Kijöttek a... az új filmjeid. Igen, 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 igen. Na és akkor az ötödik kerületben rákeresünk itt is ugye gyakorlatilag, amit a, az 1 körül, most gyakorlatilag ö, október elejére mi 1 millió at mértünk, átlag nézetmétere, de ha megnézitek, bár nem akkor erősen, mint a 20. kerületbe, ugye mert mondta a cikk, hogy ott volt a legerősebb csökkenés, nézzétek meg, itt is elkezdett mm -hmm. csökkenni megint a, a az R, ez a, ez a, a szeptembertől ö, gyakorlatilag ö, Ö, októberre elkezdett csökkenni, már nem sokkal, de az ötödik kerületben is. Amit még mutatni szeretnék nektek, ami tök érdekes, hogy van itt egy grafikonunk, ami ö, mutatja azt, hogy azok az ingatlanoknál, ahol volt árváltozás, csak azoknál, hogy ez az árváltozás milyen mértékű volt, viszont teljesen érdekes, hogy a zöld az, ahol csökkent, a piros, ahol nőtt, a kék, meg hogyha e vonal felett van, akkor összességében növekedés, hogyha mint itt lent lefele mutat, akkor csökken is. Nézzétek meg, hogy a piros az hónapról hónapra nő, a zöld meg gyakorlatilag hónapról hónapra csökken. Ami érdekes, hogy a árváltoztatott ingatlanoknak az ára viszont nő. Érdekes. Tök érdekes. Viszont nincsen statisztikád véletlen a ö, értékesítési időkről, az átlag értékesítési időről, mert tudja, hogy csak az nem csináltam, mert most megcsináltuk azt is, hogy az, amik már kifutottak ingatlanok, majd azt a következő hónapra megcsinálom, mert most már van egy olyan modul benne, meg lehet csinálni azt, hogy a kifutott ingatlanokat, itt van egy olyan törölt ingatlanok megjelenítése, uh -huh. és azokból számol adatod, ezt a jövő hónapra megnézem pontosan, mert arra most itt nem készültem. Na, mert egy, mert egy, ilyen, statot, egy ilyen statot szívesen megnéznék, hogy konkrétan mennyivel hosszabb mondjuk fél évvel, egy évvel ezelőtthöz képest az ingatlanok átlagértékesítési idejei. És tuti, hogy szerintem minimum 30 nappal tolottunk már, de lehet, hogy többel. Elkülön. És amúgy is az átlag az 3-4 hónap volt, vagy még a fölött, és szerintem ez tolódik fölfelé. Erre talán a. Nem tudom, melyiket kössük rá. Vagy Talán az új építésű az, az, az egy is jó. Na az is jó, mert a, érdekes sztori. az új építésű is rég hallott, ennyire most. Ebből, tehát 15 éves rekordon az új építésű lakások kínálata, 8100 lakás van a piacon. Ebből azt is lehet neki olvasni, hogy úristen, dübörög, és hogy átadnak, nem? Itt igazán nem az van, hogy, hogy hihetetlen mennyiség ömlik a piacra, hanem rohadtul nem vesz senki. Így van. Tehát a fő probléma az, hogy az építési kedv az megvan, de eltolják a projekteket. Viszont ami projekteket meg kell építeni, azokat kötelezően megépítik, és azt se tudják eladni. Tehát rengeteg ingatlan van a piacon, ahhoz képest is, hogy jóval kevesebb épül, mint amennyinek épülnie kellene. És ez ez megint csak nagyon rossz fényt vett alapvetően az ingatlanpiacra. De az átlag ingatlan piacra is, tehát nem csak az új építésűre, hanem az átlag ingatlanpiacra. És a tranzakciószámban ez szerintem tökéletesen meglátszik. Én, én azt gondolom, hogy minimum 10%-nyi tranzakciószám hiányzik a újépítésűek szarakodása, vagy bénázása miatt. Jó, akkor két kérdésem. Egyrészt mennyinek kéne lennie, ami egészséges, másrészt pedig ö, mi az oka annak, hogy ennyi van a piacon? Szerintem túl vannak árazva alapból onnan indulunk. Én elhiszem, hogy drága az építőanyag, meg én elhiszem, hogy drága volt a, drága a munkaerő, az óradi, stb., de 1 millió 2, 1 millió 3 alatt már nem kapsz sehol értelmes új építésűt. Én szerintem 1 millió, 1 millió, egy körül még el lehetne őket adogatni. És most kijött, van egy cég, aki ugye 975 ezerre reklámozza magát, hogy el tudja adni, de az is A, egy olyan kerületben van, ami inkább B kategóriás, B, hogy csak a lakásoknak egy 5%-ára igaz KB Mert, ez a négyzetméter ára. Már megmutatom, hogy ez az Köszön, új. Hogy muszióba... Bocsánat. Elnézést. Semmi, mondja csak. Mondjuk. Csak a bevágod szíves, Attila. nem vágjuk a... be. A... Köszönöm. Itt látszik az, lehet, hogy most már egy ilyen, akár bármilyen kerületre rászűrné. Itt mutatja az, hogy mikor érkezett be az ingatlan, milyen áron, Aha. mikor ment ki dátumszerűen, és látjuk az árváltozásokat. És átlag azért látjuk, hogy, hogy ezek az árváltozások, hogy mindenhol, mindenhol csökkent az ár. Hát az eladás, az kimentek csökkenteni kimentek, kell, ez teljesen egyértelmű. Itt, itt gyönyörű szépen megmutatjuk. Jó, itt van egy ellenpélda, ami azt mutatja, hogy mondjuk 8. 19-én 49.9-ért bejött valószínűleg egy panel, és 10. hó 57 en tűnt el a hirdetés. Mert a tulaj felemeltette és letöröltette. Ha ez is benne van a pakliba. Jó, de most gondold el, tehát ha 49-en nem ment el, akkor 57-9-en Hát lehet, hogy sorált rá, érted, és felbusztolták az árat. Meglepődnék tudom. azért. Hát figyelj, az angol licitnél meg tudod csinálni. Egy az... ekkorát, 20, majdnem 20%-ot azért az hát durva. Azért az, igen, így azért az erős. Furcsának tűnik, de általában, hogy itt nézem, azért egy 5-10 között van a a, a... Na ebből, ha jövő hónapra csinálnál egy statut, az azt például tök jól néz neki, igen. Azt, azt szívesen megnézném, Grafikon hogy ez hogy néz csinálunk ki. belőle, ja, 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 ja. Jó. jó. Na, Na nekem? hatodik kerület leszavazta az Airbnb-t, volt nálunk itt a Sumitski Balázs, meg itt volt a Peter Jones, Peter Jones úgyhogy azért erre Eltestem. locsoltunk. Én Mi? megmondtam. Ja? Igen, hát megmondta, igazándiból a kantinba a is meg megszab... Mindannyian egyetértettünk, hogy a ez szemát. nem te szavaztattad meg a kantinba ezt, hogy De. ki mennyit, és akkor nem tudom, 70% mondta, hogy akkor biztos, hogy beszántják, 20-pár százalék meg azt, hogy, hogy nem. Én a... akkor még, amikor ezt mondtam, én nem tudtam, hogy azért ez a szavazásnál a kérdések kicsit. egy kicsit, szóval lejtett az a bizonyos biliárda, azt, ha szokták mondani én ezt nem tudtam, de alapvetően alapvetően teljesen várható volt az elmúlt évek tapasztalataiból az, hogy ott gyakorlatilag ez meg hát egyszerű számolás. Mennyi a magántulajdon abból, mennyi Airbnb, mennyi a nem Airbnb, és nagy valószínűsége ugye alapvetően pszichológia azok mennek el, szóval négyszer erősebben megy el a negatív érzésű ember szavazni, mint a pozitív érzésű, ezáltal akinek az Airbnb-vel problémája volt, azok erősebben várható volt, hogy elmennek szavazni. Tudod, hát, mit csinálhatnám? Meg pont egy hónap múlva van a 200. kalmárok felvétel a hatodik kerületről, hogy mennyi ingatlannal lett több uh, értékesítés alatt a hatodik kerületben, és hogy esetleg milyen uh, árkategóriák Már azt milyen árban Már most nem lenne. Én azt szerintem pont hagyjunk neki egy hónapot ja, ja, Nézzük ja. meg, hogy mennyivel, és ezt írd már föl magadnak, és ezt is be tudjuk a játszani. Mert ez például egy tökéletes tat lesz, hogy mennyire fog nőni a hatodik kerületben most a kínálat, és milyen árakon? Amúgy annak köszönhetően, hogy nekem ott az influenceri vonalon, vonalon ö, ilyen kis apró házakat, meg ilyen ö, rövid távú nagyon fenszi lakásokat, vagy házakat bejárok így vidéken, uh -huh. ezért azért ö, van, hogy megkerestek, hogy el kéne adni, és most emiatt volt is olyan, aki megkeresett, hogy, hogy akkor most what the fuck. Hadban Airbnb-t nem, 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 hanem vidéki, vidéki uh, uh, apartmanház. Ami ilyen, hát... ilyen fancy apartmanház, hogy vajon, vajon akkor itt most mennyire kell parázni. És azért akik, akik ebben a bizniszben vannak, azért most úgy elgondolkodtak, főleg amikor a Szent Király azt mondta, hogy akkor ezt így terjesszük ki a keregész Budapestre, és akkor az már, már csak egy lépés. Csak nem, ilyet azért nem lehet ilyen egyszerűen. Én a moratóriumban, ö, én azt gondolom, hogy moratórium az lesz, de az, hogy betiltsák az Airbnb-t attól, az vagy nem lesz, vagy messze van. Tehát én abban nem hiszek, hogy azt így hirtelennyiben rátolnák a piacra. Az egyébként rendesen felborítaná az ingatlan piacot. <laughs> Ott azért lenne, lenne pislogás. Hát amúgykor beszéltünk róla, hogy hány ezer Airbnb-s lakás van a városban. Tehát azoknak, ha csak a fele a piacra ömlik, az, az komoly ló, az, az durva lenne. Hát igen, meg euh, volt is egy cikk a, a kantinba ezzel kapcsolatban, hogy a áraknak a befagyasztása az nem abba az irányba tolta valahogy a piacot, amit kellett volna, és itt is azért a tulajdon eléggé korlátoznak, hogyha, hogyha ezt meghoznák. Ho -ho 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 -ho. Mi az? Gyerekek, ezt meg kell mutassam. Na, ez meg kapcsolhatok ne vagy valami A Visszakapcsolhatok, ez bocsánat, közben hatodik kerület. Igen. Na már, már el is kezdte ah. furdalni a kíváncsiság az a. megnéztem, hatodik kerület, csak magánhirdetéseket nézek, ugye, hogy Aha. azok általában szokták, az a mi azon azonnal reagálják a piacra ilyen szempontból. És akkor nézd, hatodik kerület, statisztika. Szing nem mond. Ezt igen. még mi se láttuk, igen. Igen, ez, ez nekem is új nem. el a story. Hopp. Hoppi. Oppi. Upsika. Hopp. De várjál, és erre. Ugye beszéltük Király utca határ 6-7, hat nézzük Aha. meg a hetedik kerületet is. Nem mond nekem, hogy a hetedik kerületet. Várjál várjál, 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 de azért mondjuk el, mert valaki csak hallgat minket. Jaj. Az a lényeg, hogy két nagy puputeve, vagy cici, vagy bármi után hirtelen egy ilyen nagy betörés. Nagy szeptemberben az, bejt, is eset az, éves átlagárak alá is a, a az adott hónapban behozott átlagárak. Még átlag ebbe árak. az évben nem is volt alatta az átlagárnak, és most szeptemberre alá hát itt teljesen. volt egy pici ötödik hónapban egy pici ez ma, Na, magyarul, tehát magyarul, magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek a hatodik kerületben van eladó lakása, az elkezdte csökkenteni az árát azért, hogy eladja, mielőtt közbe... ez az egész kipukuk. Akkor nézzük, kuk, nézzük már a, 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 a hetedik kerületben is. Ahol nincsen érintetlen az Airbnb, pontosabban <laughs> ott máshogy más, ott is És ott is megy az Airbnb, ugye? Azt tegyük hozzá. Pörög. Uh -huh. hát, hát ott pörög, hát az az semmi baj. És akkor gyerekek... Uh, <laughs> és ez a kukac, az ugyanúgy csak fölfele vagy <laughs> a hetedik kerületben. Én azt gondolom, hogy ez, baszki. ez, 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 ez no Na, gondoltam, Nem kell... gondoltam, hogy valami ilyen ad fog kijönni. Egyébként, meg a 200-on ezt majd ugyanúgy be kell mutatni. És az még ez vagy... még jövő hónapra, még ez biztos, hogy erősödni fog. Én, já, én úgy fogok most, tehát ez tök felszínes, kurvára szubjektív, semmilyen izéje nincsen, nem ismerem a Soproni Tamást, mélyen, nagyon felületes benyomásaim vannak az egész történetről. Ez nem azért mondom ezt előre, mert hogy nem vállalom majd később a véleményemet, hanem azért, mert lehet, hogy nem ilyen a csávó, de hogy, hogy nekem nagyon erőteljesen inkább politikai haszonszerzés a, van a hátterében, mint sem az, hogy ő a hatodik kerületi embereket nézné, hogy velük mi történik. Szerintem ő nem? nagyon kitolt te, most magával. Te lesz, biztos, nem? hogy Valószínűleg, ha nem lenne ott, nulla Airbnb lenne, akkor biztos azért sokkal kevesebb probléma lenne. Ez szerintem tény. Azt, hogy ahogy letolták ezt az egészet, az látszik, hogy kurvára ő azt akarta, hogy ne legyen. Tehát ez, a, amit mondtunk, hogy ki a, ki a példaképe, miért Lenin. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a típusú ez ilyen, ilyen... Ez az orosz kérdés. Igen, igen, ilyen kérdés sor. Kicsit ez... irányított, de igen. nem annyira. Nem annyira, de hogy. nem, semmi gond. Suminski <laughs> Balázsék küldtek egyébként screenshotot, hogy nézett ki. Lehet neki hinni, meg nem is lehet neki hinni, hogy most akkor azt tényleg le kellett hajtani az, hogy az igenek mellett, tehát hogy maradjon az Airbnb, az nem látszott elsőnek lehet, hogy olyat screenshotot küldtek, ahol ahhoz ahol tehát, tehát hogy ezt se lehet ö, ö, annak venni, viszont, viszont nekem az, hogy ez ez egy ennyire kardinális dolog, nekem lett az egészen, és tudta, hogy ezzel kurvára meg ö, kavarja az állóvizet. És ahelyett, hogy mondjuk nem is tudom, talán azt mondanám, hogy olyan ellenzéki politikusként, hogy, hogy ki, azzal tűnjön ki, hogy tényleg arra törekszik, hogy jót csináljon, nem pedig mondjuk a kormányzat vagy bármi ellenében rögtön a nemet, tehát hogy, 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 hogy nem megint dihotomba gondolkolik meg az, hogy, hogy ő, ha a ezt mondja, a, 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 tudom, hogy ez most nem a kormányzati dolog az Airbnb sztori, de hogy nem az van, hogy ha valaki, egy tömeg azt mondja, hogy hogy igen, akkor én rögtön azt mondja, nem, és akkor ezzel kitűnök, hanem nem azt mondja, hogy oké, te azt mondja, hogy igen, nekünk ez így nem jó, akkor milyen alternatívák vannak, hogyan tudjuk azt megoldani, hogy nektek is jó, hogy nekünk is jó, és akkor erre például a Sumitski Balázs attól függetlenül, hogy egyértelműen az Airbnb-seknek a vitorláját fújja, tehát, hogy kurvára elfogult, tehát ő is egy elfogott azért felvonultatott olyan részt, nekem például ez, a, ami neked is tetszett a Barcelonás megoldás, több rendőrt kiküldök, tehát hogy nem azt szopatom, aki nem tud ráhatással lenni, maximum úgy, hogy hát nyilván ha megpróbálom, hanem, hanem a kormányzat a, ha valahogy bevonul. Így van, meg, meg voltak olyan intézkedések, hogy ha te, mint Airbnb is akkor meg elveszik, ugye igen. elveszik a pontokat, és akkor be is zárhatsz. Igen. igen. Szóval, igen, akkor... Lehetne, te... lehetne ezt jól csinálni? Csak szóval ez, nem, nem az. Csak ez nem az. Tehát ez a, az, hogy valami működik, és aztán elkaszálod a picsába, az nem jó. Igen. De kell, egy, kell egy arany középút, meg kell volna tudni oldani középen. Ez ugyanaz a, a tempo, amit nyomnak a a, 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 kormány oldalon. Amúgy csak egy, Tehát, hogy egy... be van szántva a fasz, a, na mindegy, a, 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 a az, igen, Uber. az egész, és, és nem az van, hogy, hogy párbeszéd, megnézzük, tömeg, izé, hol, hanem, hol hanem tot... néhány száz ember igen. szavazata alapján elkaszálták. És, a és is ja, területe. és ugyanez a kommunikáció tényleg, tudod, kétharmad, fölhatalmazott, az eskéne három millió ember itt meg a, ugyanezt jólja, <laughs> hogy itt meg mit, nem tudom, ötezer, nem, már nem akarok fasságokat mondani. Összesen volt valami 5000 szavazat, és, és abban akkor valami 400 bort... volt a különbség összvissza a nemek irányában. Tehát, hogy és itt ugyanazt a fasságot kezdi elnyomni, kicsiben, mint a, a, az, aki ellen mondjuk alternatívát kéne felmutatni, hogy... Azt hallottátok, aztán lehet, vagy tényleg egészítsetek ki, de mintha ilyen rém lenne, hogy a kormány oldalon már rögtön terveznek a hatba valami 300 lakásos ja, osztályt, vagy valamit. Igen, igen, jó, igen, jó, igen. jó, de mert... ez most őszintén meglep ebben semmi meglepő ha, hát, nincs. Mert akkor a hostelek, egy normál, a hostel az imádni fog. Normál, imádni. normál uh, világba, egy normál univerzumba, egy párhuzamos univerzumba meglepne. Itt most ez nem lep meg. Semmi, semmi meglepetés nincs. Benne. De egyébként ezt mondták, a Ízék is, az oké, okay, hogy kisebbeket is ehhez viszont nem értek, hogy mi kell ahhoz, hogy te hostellé váljál. Mert az már, már, az már a Ott olyan, mint, hogyha... mérethez kötik meg, meg. Meg szobaszámhoz mérethez kötik, lehet. meg, meg az vannak olyan, mint, különböző hotel lennél, Valamilyen szinten az már nem, a, nem az Airbnb. Tehát nincsenek hotelszolgáltatások, csak részben, hanem ugye egy épületen belül nagyon sok szoba van, mérete van, és nem hotelszolgáltatások, csak hostelszolgáltatások, vagy motelszolgáltatások ilyen szempontból. De egyébként nem hülyesség valószínűleg ezzel fogják kiváltani, nagyjából árérték a ugyanott, mint egy egy Egyéni, egyéni uh, Airbnb is uh, itt, itt ezt nem fogja tudni igénybe venni. Szóval. De itt miért ne tudná? Mit csak a hostelt? Persze. Hát hogy csinál az egy lakásából hostelt? Nem egy az úgy nem, persze, Aztán, Tehát az nem az beszéllek. leves, hanem akkor valaki megvesz egy komplett épületet, és átalakítja a hostellé, ne. úgy például, mint a Morrison's 2 fölött, ugye az egész az a tulaj, ő simán csinálhat belőle hostelt, és megcsinálgatja azokat, kiadókat. Most és azokról beszélek, ugye azok az egyszerik kis Airbnb-sek, akik úgy gondolták, hogy ez egy plusz bevétel lesz a családnak. Ők ezt most beobboázták most... kőkeményen. Ők, ők az utolsó a furuján. Jelenleg. Top comment. Ezt Most ez Nem tudsz, mit csinálni. Tehát, hogy én is sajnálom, mert, mert ez egy tök igazságtalan dolog, mert a fejük fölött döntöttek valamiről. Ittos, a de nem tudunk vele mit csinálni. Tehát... Ez nem volt még meg. na Gyerekek, én nem lennék való Azért megérte, hogy itt túsz. <laughs> Megírta az a három de év. Te mi, mi van nálad? Most bármi. látom, mi van nálad. Ezt akarom, hát repi ajándék. Ez Úr egyébként Isten. hozzáteszem a izén. Dobod lop, el. Loptam. De hogy, hogy de, és finoman beszéljünk bármiről, mert szponziaink lesznek valószínűleg. Szóval Nekem biztos. A kamároknak nem biztos, de én én rajongok az ötletét. Nem, nem lennék Balog Laci helyében, hogy, a, hogy egy kutyával kell most már felvenni a cukiságversenyt, versenyt, bár mondjuk Balogh Laci azért kezd egyre jobban az ábból a bácsira hajazni a szemüvegével, úgyhogy ő is a cukiság faktorba kezd ebbe az irányba elmenni. De hogy ez a, ez nem tudom, nekem igazániból még reklámot nem láttam, mert tévénk nincsen, de olyan? hogy anyám mondta, hogy most már tudja, hogy mi ez az enga. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg tényleg égetik a zsozsót, hogyha Na most egy is Végre már. jussunk el odáig, hogy legyen egy ép konkurenciája a komnak. Én ezt nagyon szeretném, ott megvan a pénz és a tudás is ehhez. Tehát a, egyedül ők vannak azon a szinten, hogy feljöjjenek, a második hely az egyetemű, de hogy egy felület közelem. is. Azt nem tudom, de, de Ja, hát Én mi, nekem mi alapok egy picit vagyunk, Csak igen. óvatosan, ugye, mivel szponzorunk lesz, és akkor értitek, hallgatók, de azért mi nyitunk ki egy, egy másik szoftver, és mi egy teljesen másik irányt fogunk belőni. Aranyos láttam a reklámjukat különben, egy kutya rohangál, és akkor megkeresi neked a jó ajánlatokat, megkeresi neked az ügyvédet, minden. Egy tök aranyos, meg a kutyával effektív, egy ez kutyával a el lehet adni. ezt a cukiságfaktort, ezt ö, olyan, mint a gyerekekkel a micsodát a szülőknek az érzelme, az a kutyákkal is legalább hasonló erősségű érzelmet ki lehet váltani, úgyhogy ebből a szempontból a kutya egy jó választás volt, én szakmai szempontból én ezt kicsit másképp látom, de ez az én, én privát véleményem. Én Jó, de te azt szakmai gondolom, szemmel nézed. Azt gondolom, hogy 2024-ben nem biztos, hogy a cukiságfaktor mellé még más nem kellene. Én De ezt szakmai szemmel nézed, egyszerű laikus szemmel, egy egy teljesen objektív szemmel nézve, aki csak a reklámok között nézi, akkor a, a nem tudom, milyen gombareklám, meg a nem tudom, milyen reklám között egy ilyen kutyaszaladgáros reklám, az mindenképp pozitív élmény. És valószínűleg sokkal jobban megnézik, hát mint igen, aki megrémiszt. Meg azok a, a dolgokra jelen pillanatban én azt gondolom, és ezt globálisan értem, ami az ingatlan piacra jellemző, benne vagyunk mi is ingatlanosok, benne van az az elmúlt 20-30 évnek a, azok a, a, téglái, ami a mai napig, mai napig nyomják azt, hogy mivel találkoznak a keresőügyfelek, mik azok a problémák, amivel szembesülnek nap, mint nap szerencsétlenek, amikor lakást akarnak bárhol keresni. Én, én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen, ilyen irányban lenne. Én értem, elnára. de mondom, te, nem, nem, te vagy a célközönség. Úgyhogy igazából lehetne egy csinálni egy célközönség felmérést, gondolom ők csináltak is. Ezzel kapcsolatban, és azért lovagolják ah. ezt a lovat, valószínűleg. Hát meg uh, igazániból uh, ki hogy fogja föl magát ezt a piacot és magát a versenyt, amit te is. Te az alapvetően onnan uh, közelíted meg, hogy hogy uh, minél uh, újabb szolgáltatásokat. Nem, Nyilván te abban Nem, én onnan közelítem meg, hogy mik azok a kehék az ingatlanozásban, az ingatlan keresésben évek óta, és most nem akarok belemenni. Még az az a nem, kehék? Az, nem arról szól. Majd lesz egy olyan Majd lesz, adás. lesz egy olyan, nem, nem, ez, nem ez, a... <laughs> ez ez azt az. hogy nagyon sok olyan negatív tapasztalata van a, akár a magánhirdetőknek, akár az ingatlanosoknak, akár az, az, ingatlan keresőknek, amire érdemes akár odafigyelni. Én ennyit akartam csak mondani, amúgy tök aranyos a kutya. Annak is örülök, hozzáteszem, hogy ez a, ez a komnak a x éves egyed uralkodásához most egy erős gazdasági versenytárs odaáll, ez alapvetően szerintem jót tesz a piacnak. De várjál, én, az szó szerint a szót nem ismerem, hogy kehe. Mik azok a kehék? Kehe. kehe. Én nem ismerem betegség, betegség a szót. Betegség, a betegsége? lónak szokott kell lenni Igen, Igen, betegség. Azért. Há, ezt a szót nem. Egyébként mindig van. ilyenkor kell beszélni. Mondd már megint, érjett, megint hogy itt vagy. <laughs> Na mindegy. Ilyenkor mindig kell beszélni valaki a Kommal, és attól függ, hogy mennyire kiröhögi a izét, annyira, annyira, veszélyes. Én Lacival, Laci beszéltem, de és nem tudom, anya, hogy azt, nem, hogy nem, hogy nem mit, akkor ne, minél, minél, jobban, nem, minél jobban, nem nem jobban nevetnek rajta, annál veszélyesebb általában. igen, úgy, igen nem, nem, kell. A kom, az, a kom az a kom. Őt nem kell velük most foglalkozni. Ha lesz jó konkurencia, annak mi örülni fog. Igen. Na, és akkor az utolsó hír, amit most nem tudom már mely. Ja, a lakásügynökség. Hú, akkor most kapcs... húzzuk le a mikrofonokat, Peti, be. Peti. Peti jön. Hát figyelj, gyerekek, az van, hogy itt nagyon berukták a történetet, hogy mindenkinek... Tokostú. Igen, tokostú, berukták az ajtót. Három darab lakás sikerült itt az elmúlt nem tudom hány hónapban. Ö, átadni. Nagyon Peti bit. leveszi a szemüveget, mint a jó kocsmai verekedő. De gyerekek, én a saját értékesítőmet kirúgnám, ha csak három ingatlant hozott volna be de, az elmúlt hónapokban. De gyerekek, én azért próbálok most csak mosolyogni és nem sírva röhögni, mert erről beszéltünk, és most megint mondjuk, hogy megmondtuk. Megmondtuk Behezzen. az elején, hogy ez ebből gyerekek, hogyha egy állami intézmény veszi át, nem egy magáncég, most nem akarom, majd nézzétek meg ezt az adásunkat, mi lesz, majd maximum betehetjük, hogy melyik adásban beszéltünk Jöjjön már be erről. a hát kő, jöjjön már be valaki ide hozzánk beszélgetni, én olyan szívesen meghallgatnám, hogy nekik mi a véleményük erről, hogy fél év alatt három ingatlan sikerült. Hát e e erre mondják azt, hogy ezt azért nehéz ezt megmagyarázni. Én, De, azt mondom, prób megpróbál. Én örülnék, ha valaki megpróbálná. Ez az Nem, beleállnánk mind a hárman. Tehát ez érdekes sztori lenne. Egyébként alapvetően az itt, itt mindig az szokott lenni a probléma, hogy hogy nagyon uh, azt a, tehát a mögül próbálják megváltani a világot, és nincsenek Fondosan. lent a, a lövészárokba. Így, Így van. És, De olyan és ezt egyébként akár, akár is ingatlanos is is portáloknál is. És nem, és nem De róluk beszélek, a verseknél is láttam, hogy hogy olyan, tehát ilyen Fejlesztőknél sok, is. igen, tehát igen. sokszor elhívtak, amikor még olyan, úgy, úgy, úgy nagyon erősen ez az ingatlanos influencer voltam, akkor, és mondjuk nem voltak alternatívák, akkor azért sokszor hívtak el, tikteket, meg még most is hívnak el, bizony, mindegy. Ezt ne, így ne. Várjál, ez rosszul. Mindegy. Igen, így nem lehet kritikát megfogalmazni. Várjál. Tabula valahova elhívtak. Mindegy. Szóval, hogy... Ja, te valahol csak most már te nem mész. És, és olyan do... Nem, az, az teljesen más. Az nem az akarom összekötni. Az egy másik sztori. Vannak Hú, olyan cégek, ahova... Vannak olyan cégek, ahova hívtak régebben. És most nem. Vagy megszűntek. 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 Az a legjobb, ez a legjobb. Szóval megszűntek, és ott alapvetően olyan ö, tévképzeteket láttam, amik Például olyanok, ok, amikor, és most lehet, hogy egy, egy nagyon nagy topikot fogok nyitni, amikor alapvetően nem látják azt, hogy oké, okay, kizárólagos szerződést tudjuk nem lehet kötni, de írjuk körül, hogy mi az, ami az előnyei, és akkor tegyük ízét. És annak nem látták az előnyeit az ügyfél felől, hogy az miért jó, hogyha egy ember úgy csinálja, ez ahogy tényleg meg kell csinálni. És ez egy e nagyon jó példa és volt. És ez volt az, amikor azt éreztem, hogy azt meg ezek tényleg kurvára nem vágják, hogy hogy megy az ingatlanpiac, így, így a gyakorlatban és ők szeretnék megváltani, és ez ugyanez, hogy nem vágják azt, hogy, Mondok hogy nektek egy másik a magántulajdon, az mi a fasznak adná oda olcsóbban Mondok valakinek. Mondok nektek egy, Igen. egy, hasonló példát erre. Például ott van, és most nem akarok cégnevet említeni, amúgy semmi bajon tök jobban vagyok, akik csináltak erre egy, egy platformot, ami a fő vezérvonal az együttműködés. Én azt gondolom, hogy az együttműködéssel semmi probléma nincsen, Sőt, szerintem az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az ingatlanosok egymással zökkenőmentesen együtt tudnak működni, csak és most jön a de. Az elmúlt húsz év tapasztalata, hogy Magyarországon nem úgy, mint Amerikában, hogy erre megvan egy komolyabb rendszer, vagy bármi, Magyarországon még itt is ezen a részen is még balkáni viszonyok uralkodnak. Vannak nagy cégek, akik a belső polisziuknak kell megfelelni, és, és az, az, az az alfa, meg az omega, amit megértek, de gyakorlatilag ellentmondások vannak. A kantinban nincs olyan hét, sőt, most már egy héten több olyan poszt jön be, hogy ez nem akart együttműködni, ez küldött el a kurva anyámba, már bocsánat, hogy így, így fogalmazok, ez, ez így próbált megkerülni, kis kollégákról beszélünk, ingatlanos, ingatlanos közti kapcsolatról, mielőtt mint bárki félreérti a dolgot. És ez megint az, hogy lenne egy tök jó elképzelés, egy tök jó valami, ami a valóságban sajnos nagyon nehezen működik. Nekünk is volt erre egy elképzelésünk, mi is kitaláltuk ezt, megpróbáltuk megváltani, de aztán rájöttük, hogy alapból a szakma nem akarja azt, hogy ezen lehessen változtatni. Egyébként csak egy gondolattárs által tőlünk majd ihletet kap valaki. Számára. Szeret... Ne ja, nem, hanem hogy a. <laughs> tököm kapjon ikletet így. <laughs> ja, igen. Ne. Ez egy gazdasági műsor. Hát de nem úgy, nem, még nem fejtettem ki, nem ez alapján, hanem úgy van, hogy nálunk le vannak osztva a részek. Most ezt a részért én feleltem, direkt azért, hogy legyen valami egyébként. De hogy egy három adásunk, adás megint én jövök, és én azt találtam ki, hogy ha ti, akik nézitek, hallgatjátok az adást, és tudtok olyan szakembert, hogy hogyan lehet, de csak eljátszanánk a gondolata, mi nem fogjuk megcsinálni, a kurvára nincsen rá időnk, de hogy behívni egy olyat, aki szakszervezeteket ö, hoz létre, vagy ebben, ö, nem tudom, munkaügyes, vagy ilyesmi, és ebben vájt fülű, hogy, hogy, milyen feltételei, perem feltételei vannak annak, hogy egy, egy, egy szakszervezetet létre tudj hozni, azt behívnék a következőbe, és akkor erről beszélné, hogy, hogy Biztos, -e hogy nem fogunk, húzni? mert nekem kurvára nincsen rá időm, se idegzetem. Hogy, hogy az ingatlanosoknak én... Á, én... Igen, igen. Hát... Meg nekem ott is már ott vérzik egy kicsit a torka dolognak, hogy a szakszervezet az olyan, szóval, hogy valakire tud nyomást gyakorolni, de Pontosan. mondjuk egy a nagyon nehéz de biztos, hogy aki ebben reártas, az meg hát, tudja a mondani a Minden szak, a szakszervezetnek még a régen a micsoda idejében is, ugye, akit szerencsétlen a mai napig nem találják meg a holtestét, ugye az amerikai ja. Ott is ugye a szakszervezeteknek az volt a lényege, hogyha füttyentettek egyet, tudtak mivel zsarolni, mert holnap, holnap, akkor egyetlen egy rakodó munkás se vette fel éppen a dogba a melót. Igen. Szóval a szakszervezeteknek akkor van értelme, ha Nyomást tudnak, ahogy te is fogalmaztál, gyakorolni a másik félre. De most, ha lenne egy ingatlanos szakszervezet, hogyan, hogyan, holnap nem megyünk akkor dolgozni? Nem, ez úgy tudom, működni, hogy Ez úgy tudna működni. Nem, ez úgy tudna működni, hogy mondjuk a mondjuk a legnagyobb franchise-on belül lenne egy szakszervezet az ingatlanosok között. És mondjuk vannak 2500-an, amiből, amiből 1800-an ugye benne vannak szakszervezetben. És ha ők el akarnak érni valamit, akkor az az 1800 leteszi a, a landot. De ugye, ugye a mezitlábas ingatlanosok szakszervezetben nem sok értelme van. Öftáskás. Öftáskás ingatlanosok szakszervezet az, az annak nem lenne értelme. Esztén A franchise-on belül például egy ilyen helyen lenne értelme. Amúgy Na nem. de én ezt mondom, hogy ezt lehetne kifejteni, mert szerintem erre valami ilyesminek vagy egyáltalán, hogy milyen formában van -e egyáltalán létjogosultsága. Erre én egy adás simán rálocsolnék. hogy ezt most itt... hallgatták az OC, meg a DH vezetői. Hát csinálják aztán, meg! Aztán csinálják aztán meg. Attila, Attila holnap baleset éri, tudod? <gül> <gül> Ötször átmér rajta a villamos. De figyelj, itt is tök jó lenne, mint mondjuk egy nem tudom, egy, egy ilyen biztosítást minek hívják? Nem Felelősségbiztosítás. Felelőség. Tehát itt is azért lehet rejtett hiba. Persze, az csináld, Kötelezőnek kéne lennie. De biztos amit, amit már te mondasz, ez, ez egy nagyon jó dolog, ugye, mint a pénzügyes területen kell legyen, ha jól Igen, tudom. Igen, hát az értékbecslőknél azt Meg a biztosítása meg a soknak pénz, is aki hitel, így van, hitel meg a szarvas Norbi-féléknek is kell. Igen, szóval alapvetően ez egy nagyon jó másik irány lenne, van. eleve szűrni az embereket, hogyha mondjuk nem tudom, mennyi pénzt neked félre Aha. kéne tenned rá, nagyon fontos dolog. Kettő pedig. Ö, igenis ez csak úgy lehet megcsinálni, hogyha felülről valami egy állami szabályváltoztatás történik, és meg lesz ennek a következménye, csak úgy látom, hogy vagy nem lát ebben nagyon potenciált az, ál potenciált az állam, vagy nagyon nem érdekli, de a húsz éve gyakorlatilag ezek az ingatlan közvetítők, ezek valahogy ilyen. Veszten. Jobban, jobban, jobban érdekli az államot a fodrászok, a kozmetikusok. De most nézd meg az ingatlan Mi hogy, én, én vagyunk csak ne. abból indulok pedig, ki, bocsánat, hogy ott még vannak. egy mondatot, hogy ha ez meg lenne csinálva, és most szívesen adunk ötleteket, de lehetne fehéríteni. De a a az is alá tennénk. Például csak ne nekünk kérelmet, ha a vételi szándéknyilatkozat végre meg lenne csinálva, és sok-sok mellett, de az ingatlanos sokkal ker egy, egy egységes formanyomtatványon belül lehetne ezt megtenni, és kötelezően, akkor gyakorlatilag már én azt gondolom, hogy sokat fehérítettünk volna itt a szürke pénzeken. Igazán, én most is csak így gondolok, vagy így hangosan gondolkozom, hogy egyrészt egy szakszervezet két, felé, tehát két irányba tud hatással lenni. Az egyik a... a, a Tagjai felé? ez oko 3. Igen, a a tagjai, a, az az ügyfelek felé, tehát a az átlagember felé és a kormányzat irányába. Ö, az, hogy ezeket hogyan lehet nincsen rá megoldás. én ilyenekkel nem foglalkoztam tehát te mondtál, kb. ilyenek vannak most nem mondom 30 perc van benne. Ki. Ö, ami osz po... miós maiis, ami ki mondtad, kimondtad, egyéb dolgozik. Miész, és mi és mac meg, meg, meg mac Mao, ami én azt jobban Mao, szeretem, de a függetlenül, hogy maga. valamiküket <laughs> például nagyon jó ismerem, és tök aranyosak, meg tényleg próbálnak az ügy érdekébe tenni, de jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy elég nagy részt hatástalan az hát egész. meg ők a saját hát magukat őrlik. Hát és most... ott is oda jöttek egyébként a, a izé után, most neveket nem mondunk, de hogy az egyik ilyentől és mondták, hogy azért ott is azt érezték, hogy, hogy hogy, hogy nem az volt, hogy a köznek legyen jó, hanem hogy, hogy saját maguknak Így is. van, ez ilyen, a baj. Ilyen a baj. mondva csinált, fa, ö, ez a mi podcastünk, mondva csinált fos szervezetnek a tetején, ott ücsörög, semmilyen ráhatással, semmilyen izével, és akkor erre veri magát, hogy, hogy valahol. És az életben nem csinál semmit, és, és akkor igen. nem mondom, hogy mit bulizott ki magának és akkor az államnál 20 és évvel akkor... ezelőtt, és abból él. Na most nem igen. akarunk de hogy, 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 ezek a... És hogy az a baj, hogy mindig itt. Nekünk meg időnk nekem nincs ilyen Megkérdezi 20 vagy 100 ingatlanost, hogy te erről hallottál-e, vagy csak egyetlen egy dolgot mondjál, amire emlékszel, hogy ők mit csináltak. Sem, biztos, hogy 100 busz ez. Még. Még nem is hallott róla. Minden, a srácok... 80 -80 mondjuk azt mondani, hogy nem dolgozom veled együtt, és akkor a másik 20 válaszolna a kérdéseket. Egyébként itt van például a taxisok. <laughs> Ott nem tudom, hogy a taxis... Alakult. Hát nem, Hú, csak most egy, óra, egy óra, négy perc, ne álljunk bele a taxis blokkád, de, de Nem, én csak arról beszélek, hogy ott azért ott is sikerült, és azért náluk, de ott tehát a taxisok azért fejfej meg -fej mellett megyünk a... a, a ott a... már egy pár autóhossznyat előre mentünk a taxisokat le először. Meg hát igen. A, a portfólió rendezvényen kiderült, hogy hát mi nem vagyunk. Mert ő, ott is egy vezető elmondta, hogy ő nem látja, hogy mi rosszul lennénk megítélve. Hát. Megítél, Fogják a... a taxisok, és mondjuk elállják a hidakat reggel, az az állambácsinak, szóval mi? És ha mi elálljuk a hidakat? Legyőbb kezdjúviaink vannak, bazdmeg! Mi mindig <laughs> agyautókkal járunk, ha elálljuk a hidat. Igen, <laughs> <Én>, kurva anyátok! <laughs> Na jó, van, Hol zárjuk 6 le! Hol fix Zárjuk le, zárjuk le ezt a podcastot! Hol a kötelező ezt, ingatlanos ezt bevonása ezt <laughs> fix 6%-on? Ez lesz a remélem. De várja, is, mondjuk lenne tízezer tagunk mindenkitől havi tíz rongyot, mint például van ez a másik, hogy ötezeret kell nekem nem kell fizetnem, meg, a semmire, és mindig jön a kurva ízén, mindig összefosom magam, hogy a NAV küld nekem, vagy valaki Közben, csak közben a kibaszott nem, Igen, hogy, hogy fizessek belét. Na mindegy. De ott is mondjuk tízezer tagunk lenne, tízezer ingatlanos, szóra ötezer, mondjuk ha... Hát az évi nem az évi, évi, évi 5000. Az is fos. Nem egy nagy pénz. Hát azért nem hajolunk le. Nem hajolunk le 5 millióért. És ráadásul, mert tízezer embernél van, van legalább ezer olyan piszli csári, faszon probléma, amit Gyerekek, Semmi Gyerekek, nem lehet millió, ellen bocsánat, ellen. csak hogy pontosítsuk, az 50 millió nem 5 millió. Hát de évi 5 hát 5 50 millió. 50 millió. Hát jó, de az, az hány embernek a melója szerinted? Tehát azért itt össze tudsz lapátolni 50 gurigát azért, hogyha nagyon koncentrálsz ingatlanosként egy, egyedül, ott meg kéne legalább, hát ott, ezt... meg, ott meg nem, nem száz ügyfeled lenne, hanem, hanem tízezer. Nem, hát ezt úgy érdemes csak csinálni. Kéne csak kéne titkárnő, akkor nem az az kell, az az kell, az az akkor, ézé, akkor, akkor erre jel. már kötelező oktatásra építeni egyéb olyan dolgot, ahol még rántasz be pénzt. A csinálja. papa ezt már tudja. A papa, a Na mindegy, vele, hogyha, mi nem fogunk. Ha, ha tudtok olyan embert, aki ezzel kapcsolatban nyilatkozna, azt írjátok meg, ha meg te megcsinálnád, akkor meg megyünk, a egy Igen. <laughs> Na, akkor ír nekünk a halihokukackalmárok.hu-ra. Ez volt a 195. 100... podcastünk. Gyertek el hozzánk november 4-én a 200. adásunkra. 2200 forint a jegy. Nagyon fogynak. <laughs> Halihokukackalmárok.hu Igen, az akváriumban lesz. Az akvárium még meg se hirdette. Úgyhogy Hát nem csak ezt azért én mondom, hogy a. Amelyik... Ma már amit csináljuk képet a betettük a, a posztolomba, mindenkinek Opa, pop a Nekem is kint betette. van a az egyedi készítésű karszalagok is készülnek. úgyhogy... Tényleg az is. Ma meg van Már meg van rendelve. Ati megrendelte, papa megcsinálta mondjuk rosszul, de nem mindegy, ez a rész. Ez szar lett, igen. <laughs> nem, hanem, nem, ha nem, nem, nem hagytál rajta kifutót, de megcsináltam, ne? megoldottam. De jó, na ezt, uh, mert ha mondják, hogy nem volt ott egy grafikai Aha, sablon, hogy nem itt tudták, kéne csinálni. Nem baj, nem számít, megoldottuk. Meg PDF kellett volna, vektorosan. De mindegy, meg mindent megoldottunk. De ez milyen, nagyon aranyos, <laughs> milyen jó, de amúgy meg Figyelj, 300 <laughs> Ez dp... Így, így dobálgat csereked a, a az. De 300 <laughs> dp-be csináltam, ha ezt nem, nem tudják kinyomtatni. Meg tudják oldani, kicsit. meg tudják oldani, persze. Nincs gond. Egy De jól lett különben. Jól, jól néz igen. Szos. Na jó van, ennyi. Puszika, Szia Sziasztok! Csó!